Szeretnék nektek bemutatni az amerikai Bell bukósisakgyár egyik 2019-es újdonságát, a Motostar szaküzletben is kapható SRT modulár nevezetű felhajtható túra és sportúra motorokra szánt bukósisakot. A sisak héj formája az ugye alapvetően egy ilyen viszonylag sportos, tehát kevésbé ordít róla, hogy felhajtható álló lenne, de az, tehát ezért mondjuk, hogy túrázóknak szánják. Itt van ugye alul egy darab egykézzel működtethető kis nyelvecske, amit kihajtok, és azzal meg is indul fölfelé a bogárhálót is tartalmazó áll rész, és amikor így fölhajlik, akkor nyilvánvalóan egy kvázi nyitott sisakként használható. Itt fölül, vagyis oldalt, bocsánat, egy ilyen kis tifttel tudom rögzíteni, hogy nehogy lecsapódjon az állrész, tehát egyébként, hogyha nagyon mániákosan akarsz így motorozni, akkor azt viszonylag biztonságossá teheted. A sisak plexiének több állása is van. Gyorsan emeljük azt is ki, hogy gyárilag jár hozzá a pinlock, most ezen nincsen fönn, de jár hozzá, illetőleg, hogy mivel megegyezik a plexi a Star csúcskategóriás sportsisakokéval, ezért ugyanígy innen középről egy gomb benyomásával egy mozdulattal lehet levenni, tehát egyrészt egy kézzel, másrészt akár fejen, azt annak a videójánál láthattátok is, hogy ott sikerült kapásból levennem meg föltennem a plexit. És ugye a felső állás, mint említettem, volt az a teljesen nyitott, utána van így viszonylag sokáig jön lefelé, majd van egy ilyen erősebb szellőzés lehetővé tevő állása, amikor teljesen lecsuktuk, akkor még a teljes bezárodás előtt van egy alsó állás, ahol egy vékony légrés marad, és amikor ezt az alsó pöcköt benyomom a helyére, akkor záródik teljesen a sisakplexi. És ha már a sisakplexinél tartunk, ugye mivel a Star sisakokéval megegyező, ezért föl lehet rá tenni akár a fényre sötétedő, akár bármilyen színes bukósisakplexit is, de az SRT modulárnak ezen kívül van még egy belső napszemüvege is, aminek van egy olyan különlegessége, hogy itt oldalt ezzel a csúszkával tudom csúsztatni, viszont ez nem egy szokásos ilyen könnyen egyik állásból a másikba csúszom, meg nincsenek is középső állásai, hanem hogyha a fölnyitottól megindítod, itt kell egy pici erőhatás, akkor onnantól bárhol, ahol te szeretnéd, ott megáll, és egyébként állítólag egészen mélyre megy le, hát mondjuk így körülbelül ez így is néz ki, aztán majd motoron mindjárt kiderül, hogy milyen a gyakorlatban. A szellőzés természetesen nem merül ki abban, hogy a plexi alsó részénél a teljesen lezárt állás fölött egyel valamennyi levegő beáramlik, hanem van egy álszellőzőnk is, helyett kettő, amiket ugye itt ezzel a nagy középen levő csúszkával tudunk nyitni, illetőleg zárni, és van egy tető szellőzőnk, amit a tetőn levő szintén egy darab csúszkával tudunk zárni, elég jól látszik, és nyitni, amikor hátra csúszik ez a kis reteszecske. Hogy ezek mennyire hatékonyak, az majd kiderül, és hát ugye van hátul kilépőnyílásunk, és az így itt két oldalt, ahogy elindul a motor, úgy húzza kifelé a párát. Az SRT modulár bélésébe bekukkantva azt látjuk, hogy egy szép, teljes sisakbélésünk van körbe, ez természetesen kivehető, és hogy nagyon nagyok egyébként a szellőző csatornák, tehát a megszokotthoz képest, ha megnézzük itt ezt a homloknál levőt, ez például ilyen kimondottan komoly mérettel rendelkezik, aztán, hogy majd milyen a gyakorlatban, az ki fog derülni, és hát ugye a fokozatmentesen állítható, vagy sok fokozatban állítható mikrolokkos csat, az is említést érdemel. Az üvegszál kompozit héjjal rendelkező Bell bukósisak nem könnyű, ezt szögezzük le. 1730 gramm a súlya, és amikor az ember is fölveszi fejre, akkor érzi is. Egyébként nagyon szorosan körülveszi itt az arcot, és nagyon jól fog, tehát mélyebbre lenyúlik szinte, azt lehet mondani a megszokott felnyitható sisakoknál. A cég az ugye kiemeli, hogy az összes Bell terméknek nagyon jó az aerodinamikája, úgyhogy majd mindjárt, hát nyilván nagy sebességgel városban nem tudok menni, de mindjárt ki fog derülni, hogy ez igaz-e, hogy menet közben, mert engem ez nagyon izgat a szellőzésen kívül, hogy menet közben mennyire érződik ez a tömeg a fejen. Így álló helyzetben, így igen. Jöjjön akkor az SRT modulárnak a menet próbája. Csak lecsukott állrészsel tudom értelemszerűen kipróbálni a sisakot, lévén, hogy benn van a mikrofon. Nézzük menet közben látómezőt, szellőzést, meg ilyeneket. Annyi elsőre is feltűnik, hogy még így a teljesen egyenes ülés pozíció túra endúrón is viszonylag magasan zár az állrész, de még éppen látom a fejem előre biccentése nélkül a műszerfalat. Ugye eddig csukódik első lépésben a plexi, itt éppen kilátok egyébként alatta a műszerfalamra, és akkor a következő állás az ez. Be van itt is véve most a kapva airstringnek a felső része, tehát kapom bőven ebbe a vonalba már teli be a menetszelet. Így a szélza is relatíve nagy, és érzem is, hogy azért úgy szivárok fölfele a levegő, és most lecsukom teljesen.
ez a teljesen zárt állása. Na hát egy dolog az így nagyjából valószínűsíthetős, és az oldalszél is elég erős, hogy nem ez lesz a leghalkabb bukósisak a Földön. És akkor ami még nagyon érdekes, az a szellőzés, nyitok egyszer egy álszellőzőt. Az egészen, eddig nem éreztem az arcomon semmilyen levegőt, ez egészen a szám vonalától az orrom vonaláig lehet érezni valamilyen szintű beáramlás, nem extrém erős egyébként, picit, hogyha fölállok, akkor sem extrém erős, és körülbelül ugyanazon a részen érzem, és sokkal inkább kíváncsi vagyok, mindjárt kiderül a tetőszellőzőre, hogy az hogyan muzsikál. Pont érdekes, az felvetődött a kérdés, hogy a menet közben vajon mennyire érezni a tömegét, itt most nem érezni egyáltalán. És a tetőszellőző az egyébként egy picit így első blikre hatékonyabbnak tűnik, mint amilyennek az álszellőző tűnt. Mert hogy a fejemen ott egy nagyon-nagyon nagy területen, a homlok rész fölött, ahol a hajam kezdődik, ott pedig kimondottan erősen érzem a légáramlást. Bell azt külön kiemeli, hogy mivel ugye ez a sportbukósisakoknak a vizorja, hogy ez az alsó rész itt oldal, ez is egy kicsit ki van mélyítve, tehát hogy ilyen irányban jobb a kilátás, ez nyilván ezen a motoron nem különösebben oszt vagy szoroz, de egy sportosabb motoron, vagy pláne hogyha le vagy döntve egy kanyarba, akkor nem mindegy, hogy a periférikus látómezőt ezt mennyire tudod kihasználni. És akkor végül, de nem utolsó sorban jöjjön a napszemüveg, tehát az amikor hozzányúlok, akkor idáig jön le, és innentől tényleg fokozatmentesen bárhova le tudom tolni. Mondjuk itt pont van egy olyan, ez az alsó része viszonylag vastag, amikor konkrétan nehezíti a kilátást, és akkor ha egészen lenyomom, akkor valóban annyira lelóg, hogy még a műszerfalamat is ezen keresztül látom, és annyira zár is, hogy konkrétan az orrom hegyén érzem a levegő besűvítését, és a szememben nem megy semennyi levegő, pedig itt most ez a plexi, ez borzalmasan sokat nyom a szemem vonalára. Tehát egyébként nyáron simán lehet majd ezzel a felhajtott nagy vizorral hordani, és csak ezt a napszemüveget lehajtani rajta. Hibátlan lesz úgy. A Bell SRT modulára viszonylag nagy tömege ellenére egy fejen egészen kellemesen viselhető sisaknak tűnik, a fejtető szellőzése az egész jó, a napszemüvege az kiemelkedően jónak tűnik, és egy csomó előnyös tulajdonsága van. Úgyhogy ha te kimondottan sportosabb túrázásra keresel mindenképpen felnyitható bukót, akkor érdemes lesz megpróbálnod, főleg, hogy a saját motorodon hogy viselkedik turbulencia és stabilitás szempontjából. Amennyiben tetszett a videónk, kérjük nyomj rá egy lájkot. Amennyiben támogatod a munkánkat, ennek linkjét megtalálod a videó alatt, akkor minden filmünket már a megjelenése előtt elküldünk neked. Kérjük iratkozzál is fel a csatornánkra, és nézd meg korábbi anyagainkat. Köszönjük szépen a figyelmet!